Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy a napírét választották. A mai adásnak a fő tematikája az lesz, hogy vajon milyenek a közszolgáltatások idehaza, és az adás elején vonatozni fogunk, majd mindjárt kiderül, hogy milyen értelemben és mennyi késéssel, mert hogy ez a kulcs, de előbb mutatom, hogy kikkel beszélgetünk. Itt van velünk Veres Gábor, Kocsis Szake Olivier, illetve Szakonyi Péter. Köszönöm szépen, hogy itt a péntek estét együtt töltjük meg önökkel. És ez a hír, amivel kezdünk, ezt hát Vitézi Dávid Facebook posztjából tudhattuk meg, hogy konkrétan a jövő héttől az osztrák vasút levágja Magyarországot a nyugat-európai hálózatról, egész pontosan Bécsig járhatnak majd Magyarországról a vonatok, utána tovább nem. Mutatjuk az összefoglalóban, hogy mi ennek az indoka. Vitézi Dávid közösségi oldalán hozta nyilvánosságra péntek délelőtt, hogy az Osztrák Vasút Társaság a Budapest-Győr fővonalon életben lévő vágányzár első két hetének tapasztalatai alapján elrendelte. Október 2-ától, azaz hétfőtől, október 26-áig levágja a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról, és ketté vágja Bécsben a Linz, Salzburg, München felé továbbmenő budapesti Railjet vonatokat. Ennek az oka pedig nem más, mint a folyamatos késések. A korábbi közlekedési államtitkár híradónknak azt mondta, szerinte oly mértékben előkészületlenül vágott bele a MÁV a vágány felújításba, hogy borítékolható volt a probléma. Hangsúlyozta, elkerülhető lett volna ez a drasztikus lépés, ha a késéseket figyelembe véve a MÁV módosítja a menetrendet. Vitézi Dávid hozzátette, október 27-től még durvább lehet a helyzet, amikor teljes vágányzár lép életbe. Addig is arra számít, hogy az osztrákok nem fognak ezen a döntésen változtatni. Meleg János, a Vasutasok szakszervezetének elnöke szerint minden pályakarbantartás részleges vágányzár magában hordozza a késés lehetőségét. Nem tartja ugyanakkor barátságos lépésnek az osztrákok húzását. Késő délután közleményt adott ki a MÁV. Ebben azt írják, ahhoz, hogy az osztrák vasút Bécsben ne kényszerítse átszállásra Budapest felől érkező utasokat, olyan lépéseket kellett volna megtenniük, amelyek a magyarországi belföldi közlekedést érintették volna aránytalanul hátrányosan. Mint írják, folyamatos az egyeztetés az osztrákokkal, ennek ellenére egyoldalú döntés született most. Az utasokat arra kérik, hogy folyamatosan tájékozódjanak a MÁV Inform közösségi oldalán. Ugye az, hogy mit jelent az, hogy a magyarországi belföldi közlekedést érintette volna aránytalanul hátrányosan, azt nem tudjuk, hogy mit akar egész pontosan, de ez is eléggé hátrányosan érinti azokat a magyarokat, például akik szeretnének közvetlenül eljutni Münchenbe. Azt még mondjuk el, hogy ennek a szerencsétlen egyes fővonalnak hát azért elég sok baja van, mert ugye ez volt az, amin összeakadt Lázár János a MÁV vezetésével, hogy ne okoskodjanak, hanem találjanak 32 milliárdot a nagy büdzsében ennek a felújítására, utána részben talán emiatt is bocsátottál MÁV-os vezetőket, most meg itt ez a probléma. Hát eznek van egy nagyon komoly szimbolikus üzenete azért, mielőtt a részletekbe belemegyünk, hogy a kormányzatnak ez az elhibázott politikája, ez fizikailag is gyakorlatilag kezd minket elzárni Nyugat-Európától. Tehát ez a szimbolikája. Igen, szimbolikus, de hát azért most már ez egy tény is. És hát emellett ugye nyilván az egész kormányzati filozófiát tükrözi ez a probléma. Belgrád-Budapest vasútvonalra van pénz, kínai projektre van pénz, arra nincsen pénz, hogy karbantartsák azokat a vonalakat, ahol rengeteg magyar ember jár és dolgozni rokonokhoz, vagy akárhova, és hát arra sincs pénz, ugye, hogy fönntartsanak vasútvonalakat, hiszen zárnak be vasútvonalat. Az állam megint itt egy olyan szerepben van, ahol különböző más érdekeket képvisel, nem a magyar állampolgárok érdekeit képviseli, hanem sajnos más lobby csoportok érdekeit képviseli, és ezért tartottam Magyar Államvasutak, ahol tart. Két múltba vissza tekintő mondatot hagyd mondjak, egy kis képzavar elnézést. Az egyik az, hogy ami nagyon fontos, ezt a vonalat, tehát a Budapest-Bécs vasútvonalat, a 90-es évek közepétől, az elmúlt 20 évben kétszer újították fel teljes mértékben. Kétszer. Nem tudom, hogy ki csinálta, teljesen lényegtelen, csak az, hogy ilyen állapotban van, az ilyen szempontból különösen érthetetlen. Egyébként milyen gyakran kell felújítani egy vasútvonalat? Hát én nem vagyok vasúti szakember. Én se, azért kérdezem, hogy van, aki tudja, hogy ebből most akkor kisporolták.
Hát vagy kilopták. Hát ezt akartam. Igen. Igen. Valószínűleg, ez a kettő. A másik pedig itt ebbe a bejátszásba azt, a felvezetésbe azt mondtátok, hogy meglepetésszerűen érte ez, meg barátságtalan, meg egyoldalú, stb. Ez nem igaz. Én beszéltem több korábbi MÁV vezetővel, onnan tudom ezt a felújításos történetet, mert nem vagyok vasút szakértő. Az osztrákok évek óta le akarják állítani, vagy valahogy le akarnak kapcsolódni a budapesti vonalról, szakaszról, mert olyan pályahibák vannak, olyan lassulások, olyan késések vannak, ami az ő menetrendjüket veszélyezteti. Hát teljesen jogos, de miért ők szenvedjenek attól, hogy a magyar vasút ilyen állapotban van, és így működik. Egyébként biztos olvastátok a legszebb, és a magyar vasút állapotát a legjobban tükrözi. Ne spoilerezzél. Mit? Most ne spoilerezzél, azt akarod mondani, hogy mit ajánlott a MÁV, hogyha később. Nem, jó, nem, okay. Sokkal rosszabbat. Az, hogy egy vasutas megivott egy üveg vodkát, és Pécs és Szombathely közt megbénult a közlekedés. Hát kell lennél szebb? Mert lefeküdt aludni. Hát jó, ennyi pia után nyilván lefeküdt. Egyébként azért jobb, mint hogyha ment volna dolgozni. Igen, egy kicsit. Ennyi. Igen, azt is lehet mondani, hogy egy üveg vodka jobb. Elég? Hát ne, hát... Na jó, igen. Van két dolog, ami egyrészt megütötte a fülemet ebben az iménti bejátszóban, meg van egy, amit úgy a saját tapasztalatomból szeretnék gyorsan ide tenni, hogy volt egy időszak az életemnek, amikor iszonyat sokat vonatoztam, és én nagyon szerettem is vonatozni. És egészen addig szerettem vonatozni, amíg egyszer csak ilyen el nem kezdett az Intercity ilyen fél órákat, vagy még ennél is többeket késni, és akkor volt egy ilyen történet, hogyha nem tudom én mennyit késik a vonat, akkor visszaadják neked a helyedet. Na most az egy ilyen, tehát hogy aki azért abban a sorban ott beállt, és végigvárt még másfél órát, amíg visszafizetik a pénzt, tehát olyan nem volt, vagy volt néhány ember, akinek ez fontos, azt megcsinálta. Akinek annyira nem volt fontos, az nem csinálta meg, de szerintem erre mentek is, tehát rájátszottak, hogy minden kisebb helyen kelljen összezsúfolódni, és minden idegesebb legyél, hogy és aztán kiállj a sorba, és menj onnan a fenébe. Elképesztő késések vannak a magyar vasútnál. Gyakorlatilag kiszámíthatatlanná teszi a közlekedést, tehát nem úgy van, hogy tehát most beül az ember egy autóba, és autóval közlekedik, az arra azt mondják, ha van egy dugó, vagy valami baleset az úton, sajnálatos esemény, akkor kiszámíthatatlan az autós közlekedés. A vonat, az meg kiszámítható volt. Ez volt az egyik legnagyobb előnye. Kényelmes volt, és kiszámítható. Na, de ha késik, és nem kiszámítható, akkor ez az előny megszűnt, az emberek nyilván kevésbé használják. A másik ilyen, amit mondani szeretnék, ami a bejátszóval kapcsolatos. A Vitézi Dávid azt mondta, hogy lett volna megoldás a menetrend átírásával arra, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljék. Akkor tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy azok a szakemberek, akik ott benn ülnek, és ezen gondolkodnak. És azt mondja a volt BKK vezér, hogy lett volna megoldás, akkor nekik nem jutott eszükbe az a megoldás, hogy esetleg erre tényleg... Erre mondták, hogy aránytalanul hátrányos helyzetbe hozta volna a belföldi közlekedést. Na de értem, csak hogy ha van megoldás, akkor miért nem használjuk, vagy a Vitézi Dávid mondta olyan sületlenséget, amivel csak támadja a MÁV-ot. Valószínűleg egyébként én arra mennék tippen, hogy egy napon belül ezt fogja kapni. Egyébként, igen. Hogy miért támadja már. És az utolsó ilyen mondat, hogy a magyar vasúti közlekedés Bécsben megálló vasúti közlekedés, ugye valószínűleg Magyarországról Európa nyugati irányába vasúttal mondjuk úgy viszonylag kevesen közlekednek valóban. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy az a problémánk, a legnagyobb problémánk, hogy Bécsben levágják, vagy kettévágják a szerelvényeket, vagy nem mennek tovább a magyar vonatok, amely át kell szállni egy másikra, hanem az a legnagyobb problémánk, amíg odáig eljutunk. És ebben meg az Olivionnak van borzasztóan szerintem nagy igazsága, hogy amikor tényleg arról beszélünk, hogy építsünk már egy vasútvonalat Belgrádig, és nem arról beszélünk, hogy a magyar vasutakat hogy lehetne olyan állapotba hozni, hogy A, ne késsenek ennyit, B, A-ból B-be biztonságosan el lehetne jutni, akkor tényleg egy nem normális országban élünk. Bocsánat, ez még egy mondat. Vitézi Dávidról volt itt szó, itt tehát hívtuk, hogy így mondjam. Szinte naponta tesz fel egy posztot
a Facebookra, amiben leírja, hogy milyen fejlesztések indulnak, folynak, illetve fejeződtek be a környező országokba, Lengyelországba, Szlovákiába, Ausztriába, tényleg Olaszországba. Elképesztően jól átgondolt, drága, de a vasút és a közlekedés szempontjából nagyon fontos fejlesztések. És ehhez képest azt látjuk most Magyarországon, hogy arra sincs pénz, hogy új mozdonyokat vegyenek, hiszen ma jelentették be, hogy 15 mozdonyt bérelünk. Igen. Hát könyörgöm, hát nem tudom, mi van itt. Amire mondtam, hogy ne spoilerezz, az egy másik történet és egy érdekes MÁV reakció, és akkor ezzel majd lezárjuk ezt a vonatozós kör, de azért ezt is egyébként Vitézi Dávid szúrt, aki úgyhogy ma egy erős napja volt így a közösségi médiában. Itt meg ugye az történt, hogy a Csevasút tájékoztatása szerint Csehországban is pályafelújítást végeznek, október 1-től 2 hétig, és október 25-től december 1-jéig, és itt ez a Břeclav, remélem jól mondom, nevű városnál vágják ketté a pályát a felújítás miatt, és ugye aki Berlinbe vagy Varsóba akar menni, annak itt kell a csatlakozást megtennie. Na és akkor a MÁV azt javasolja, ez idézett a MÁV közleményéből, hogy akik a Berlinbe vagy Varsóba közlekedő kocsicsoport valamelyikébe váltottak jegyet, de a kocsit továbbító vonatot nem érik el, Břeclav állomáson a váróteremben várakozhatnak másnap reggel. Hát vagy üljenek át egy másik autóba, nem? Tehát nem. Na, az egy fokkal kényelmesebb, mint egy váróteremben várakozni. Mondjuk, nem tudom, mondjuk december 1-én. Hát ez kemény. Mert, hogy ez az ő... Erre azért nehéz mit mondani. De hogy ez benne van egy MÁV közleményben. Igen. Igen. Hát aki nem éri vele a vonatot, annak... De bocs. Én nyáron... De akkor legalább ne írja le. Persze. Hát, igen. Persze. Én nyáron szinte hetente mentem a Balaton északi partjára, ahol felújított vágány van. Felújították, majd idén áprilisban ismét lezárták, és elkezdtek ott molyolni, mert valamit nem csináltak meg. Nem tudom, hogy vehették egyébként át a vonalat úgy, hogy nem volt befejezve. Nem tudtam úgy lemenni, én is szeretek vonatozni most is, tényleg nagyon kényelmes lenne, ha amit a Gábor nem mondott, fél órás, egy órás késések, elmegy a csatlakozó busz, és onnantól az ember ki van szolgáltatva az elemeknek. Ez nyilván... elkeserítő, vagy vicces, nem is nehéz eldönteni, de hát inkább elkeserítő és felháborító, és hát ez az, megint az a probléma ezzel, hogy minden nyugat-európai államban az állam azt próbál szolgáltatni. Azért az adóért, amit az emberek befizetnek. Magyarországon aztán az emberek rohadli sok adót fizetnek be, és hát ezért ezt kapják vissza, hogy várakozhatnak, azt kapják vissza, hogy késnek a vonatok. És hát egyébként meg igen, tehát az egész fejlesztés, közlekedés, fejlesztés Nyugat-Európában azt láthatjuk, ugye a hanyatló nyugaton, amiről mindig elmondja a Fidesz, hogy már megfagytak, hogy 2-300 kilométeres vonatok vannak, hogy tényleg 2 óra alatt oda lehet érni Hamburgból másik nagyvárosokba, Németországba. Itt meg döcögnek a vonatok, és hát semmi nem mutatja azt, hogy ebben a kormány akar változtatni, és egy szolgáltató államot szeretne létrehozni, hanem az látszik, hogy különböző lobbycsoportok, különböző gazdasági szereplőknek az érdekeit szolgálják ki, és ebbe az irányba juttatják el a pénzeket. Na, akkor a pénzekkel megyünk tovább, mert hogyha péntek, akkor Orbán Viktor interjút adott a Magyar Rádiónak, és ugye miután földre vittük és gyomrostattunk az inflációnak, most kiderült, hogy a letöréséhez még a bicskáknak és a fejszéknek is elő kellett kerülniük, csak ugye az volt a gond, hogy a jegybanknak csak bicskája van, miközben ehhez fejsze kell, most Orbán Viktortól idéztem. Szóval ezzel a gondolatmenettel keretezte ezt a kormány és a jegybank közötti vitát. Mutatjuk, hogy mit mondott még. Sokat tanul az ember, amikor ilyen nehéz kihívások elé állítja az élet. Így fogalmazott Orbán Viktor péntek reggel az állami rádióban. A kormányfő arról beszélt, hogy egy darabig a hagyományos tankönyvi módszerekkel igyekeztek kezelni az inflációt, azonban be kellett látni, hogy ez nem fog működni. A jegybanknak beletörik, bele is törött a bicskája az infláció elleni küzdelembe. És erről nem a jegybank tehet, mert neki csak bicskája van,
az infláció meg fává nőtt. Amíg az csak egy bokor volt, addig elbánta a késével is, a bicskájával is a jegybank az inflációval, de miután egy hatalmas fává terebélyesedett, ide fejszek el. No, az nincs a jegybankban. Az a kormánynál van. Továbbra is a felelősséget a Matolcsi nyakába akarja varni, de nem akarja ezt tovább feszíteni. A kormány és a jegybank között kirobbant vita hetek óta tart, de a politikai elemző úgy látja, a miniszterelnök most rálépett a fékre. Szerinte Orbán Viktor belátta, hogy nem élezheti tovább a kormány és a Nemzeti Bank közötti konfliktust. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány fejsze csattogása meghozta a várt eredményt és sikerrel jártak. A KNTH bank vezető elemzője szerint a kormányzati vezetők és az MNB elnök között kirobbant vita nem tesz jót a forint árfolyamnak. Mindemellett kockázatot rejtett az is, hogy hazánk blokkolja a svédek NATO csatlakozását. Orbán Viktor viszont úgy látja, megvan a remény arra, hogy 2024 a gazdasági növekedés visszaépítésének az éve lesz. Azért elég sokáig hagytuk terebélyesedni azt a fát itt 25% fölé, mire valakinél előkerült az a fejsze, hogy ezzel a remek hasonlattal folytassuk. Most el kell mondanunk azért, hogy itt mi ez alatt a bejátszó alatt egy néha picit ilyen, hogy kicsit inkább mosolyogtunk, én mondjuk nevettem is, de nekem... Én nem mosolyogtam. Te nem. Mi igen, hogy megtehetjük, de hogy... Figyeljetek, nem azt mondta az Orbán többször is, hogy, hogy nekik egyébként a jegybankhoz semmi közük nincsen az ég egy adta világon. Tehát, hogy a jegybank az egy független történet, amit szervezi a pénzügyi dolgokat, meg van a kormány, na de hogyha nagy az infláció, akkor a jegybanknak van vele dolga, mert hát mi a kormány, mi a fenét is csinálnánk az inflációval. Ezt többször elmondta. Most ugye az a helyzet, hogy miután a jegybanknak beletört a bicskája az infláció bokor nyirogatásába, ami közben valami hirtelen módon irgalmatlan nagy fáván növekedett, ezzel a kép, az hihetetlen, és hogy beletört, akkor most előveszi a kormány a fejszéjét, és le fogja vágni ezeket a hatalmas ágakat. Most minden piaci elemző, tehát akit én valaha is hallottam az elmúlt néhány hétben megnyilatkozni, az Orbán fejszétől függetlenül azt mondja, hogy a gazdasági folyamatok alapján könnyen prognosztizálható az, hogy valószínűleg az év végére csökkenni fog ez az inflációs nyomás. Az Orbán Viktor ezt nyilván tudja. Ha most bemondja, hogy csökkentjük majd az inflációt, és letörjük egy számjegyűre az inflációt, tehát levágdossuk róla ezeket a nagy számokat, és akkor majd boldogan el fogja mondani a magyaroknak, ahogy szokta, hogy mi megmentettük Magyarországot az inflációs, nem tudom én, fától. És Magyarország 50+% vagy 50%-a ezt el fogja hinni, és azt fogja érezni, hogy úristen, de jó, hogy ez a miniszterelnök van, mert különben most ezen a fán még nagyobb ágak nőnének, és az infláció még nagyobb lenne. Ez a szörnyű ebben az országban, és ezért nem tudunk változtatni semmin sem, mert az emberek többsége egész egyszerűen nem fogékony a valóságra, mert szeretnek ebben az álomvilágban élni, és az Orbán már elhitette magáról, hogy ő valami varázsló. Jó, csak hogy én még mindig azt nem értem, hogyha ezt most magára húzza a kormány, mert pedig most ezzel magára húzza, nem kicsit. Akkor arra is választ kell adni, hogy azért, ahogy ez a fa nőtt, miért hagytuk eddig nőni? Hát sok mindenre kell választ adnia egyébként. A közgazdász Vándor gyűlésen Matolcsi György kimondta a frankót, hogy így mondjam. Azt mondta, hogy a kormány kalandor politikája vezetett ide. Tehát amíg a jegybank nyomta a féket, a kormány nyomta a gázt, és fordítva. Így ez nem megy. Ez egyértelmű, és meglepő is volt, hogy Matolcsi, aki 13 éve azért a kormány gazdaságpolitikájának egyik meghatározó szereplője, ilyet mer és tud mondani. Büntetlenül? Hát azt még nem tudjuk. Ja, igen. Hát még azt nem telt el elég idő az, hogy tudjuk. Ez az egyébként az egész olyan egy abszurd dráma. Tehát egy olyan szituációban vagyunk, ahol azok az emberek mutogatnak egymásra, akik felelősek a szituációért. Ez az infláció, ugye a kormány ráadásul még kifele is mutogat, mert az, hogy ez egy háborús infláció, és a Gábor, egyetértek teljesen veled, az emberek
több, döntő többsége elhiszi, hogy ez háborús infláció, és nem néz körbe, hogy a körülöttünk levő országokban fele harmada az infláció, ahol ugyanúgy háború van, és nagyon komoly pénzekkel segítik az ukránokat, mi pedig nem. Hát nem érthető az egész. Szerencsére azért egyre kevesebb ember hiszi el ezt. Ez a Fidesznek ez a politikája, ez a propagandája, ez kevésbé volt hatékony, hogy próbálta elhitetni, hogy ők neki aztán semmi köze nincs ez az inflációhoz. Egyre több ember gondolja azt, hogy ez igenis Orbán infláció, és az elmúlt éveknek az elhibázott gazdaságpolitikája az, amiért Magyarországon kétszeres vagy háromszoros az infláció, mint az összes környező országban, meg Nyugat-Európában, meg az EU-s átlagról nem is beszélve. Bocs, Olivia, csak egy mondat, ott is van egy probléma egyáltalán, hogy mi az az infláció. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy nő az infláció, akkor az valami... Jó van, értem, hogy non-stop, de meddig van nyitva? Tehát hogy az a kérdés, ugye, hogy az infláció van, de mi az? Tehát az embereknek szerintem a fejében ez a kép sem biztos, hogy minden szinten össze. Nyilván nem az infláció szó a lényeg, hanem hogy bemennek a boltba, és eddig 20 000 forintért mit tudtak belerakni a bevásárlókocsiba, és most mit tudnak belerakni, és ezt minden egyes ember érzékeli és látja. Arról beszéljünk, hogy vajon az... Ez a vita, ez jelen, mert lehet értelmezni a múltat, de most jelenleg vannak, akik azt mondják, hogy ez a vita is árt az országnak, mert hogy a befektetőkben azért nem növeli a bizalmat, hogyha két ilyen kult szereplője a magyar gazdaság irányításának vitatkozik egymással. Hogy növelni? Hát a szemben áll a jegybank meg a kormány, az a forintra olyan nyomást tesz, hogy csodálom, hogy nem omlott össze. Vita, és hogy ez jó, hogy van ilyen vita, mert miért ne lehetne. Másrészt meg, hogy eleve ugye a monetáris meg a fiskális politika az általában egymással szemben álló célokat erről fogalmaz meg, úgyhogy ez nem probléma. Erről van szó, a minden ország gazdasági irányítói kormánya és a jegybank között szinte majdnem mindig van feszültség, van, de... De akkor ez belefér, vagy nem fér bele ez most? Már ne, ez beleférne egy demokratikus országba, ahol működnek a fékek és ellensúlyok. Magyarországon ilyen nincs. Tehát itt Magyarországon azt az abszurd, előbb is ezt mondtam, azt az abszurd helyzetet látják, hogy ott ül egy hatalmi elit, aki a kormány és a jegybank tagjaiból áll, és a gazdaságpolitikát nem tudják irányítani. Kapkodás van, fejetlenség van, következetlenség van. Ezt látják, és ez a probléma, ezért gyengül a forint, ezért minősítik le, ha leminősítik a magyar hiteladósságállományt. Ez a probléma. Múltkor már azt ünnepeltük, hogy éppen nem minősítették le. Igen. Tehát, hogy a nullán maradt. De ez azért még nem lezárt, egy hitelminősítőn vagyunk túl, lehet, hogy... Én nem szeretném, mert akkor még rosszabb lesz nekünk, még többet kell kamat szolgáltatásként az országnak fizetni, de már így is megduplázódott egy év alatt az, hogy mennyi kamatot kell a külföldről felvett hitelekre fizetni az országnak. Itt azért a politikai aspektusból itt azért az a helyzet, hogy eddig ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy hát nem a kormány tehet erről az inflációra, hanem ez a béna jegybank. Hiába mondta egyébként Matteo Ciucci pár évvel ezelőtt is, hogy rossz ez a gazdaságpolitika, és kritizálta nyíltan a kormányt, az árstoppokat nyíltan. És most ugye az történik, hogy tudják jól, hogy a bázis hatás miatt decemberre, novemberre valóban 10% környékén lesz az infláció, nem egy 10% alá, és most majd le akarja aratni a babérokat a miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát ez azért történt, mert most a kormány elővette a micsodát fejszét, és hát ők olyan szuperül kormányoznak, hogy ez megtörtént. Ugye arról nem fog beszélni, hogy az egész éves infláció az brutálisan nagy, 18% környékén lesz, magasabb, mint a tavalyi. Ugye ezt az évet nevezte őt, hogy majd letöri az inflációt. Na most úgy sikerült letörni az inflációt, hogy 18% környékén lesz az infláció, tehát nyilvánvalóan egy kudarc ez is, és a kormányzati politikának a kudarca. Na és még mindig nem fejeztük be a rádióinterjú elemzését, mert volt egy másik mondat is, ami pedig arról szólt, hogy példátlan lenne az Ukrajna a NATO uniós tagságáról beszélni, mert hogy háborúban áll, ráadásul nem tudjuk emiatt, hogy mekkora a területe és a népessége Ukrajnának. Ezen eléggé kiakadtak az ukrán külügyben, úgyhogy még ezt az idézetet majd egy picit boncolgatjuk a Naphíre második részében, a reklám után tartsanak velünk.
Folytatjuk is Szakonyi Péterrel, Kocsis Szaka Olivióval és Veres Gáborral, és ígértem még egy-két erős kijelentést Orbán Viktor mai rádióinterjújából, ami Ukrajnával volt kapcsolatban. Ugye itt az előzmény az az volt, hogy az ukrán miniszterelnök többször beszélt a napokban arról, hogy 2 éven belül az Unió teljes jogú tagja akar lenni Ukrajna, és erre reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy én óvatos lennék ezekkel a nagyra törő tervekkel, mert hogy fontos kérdés, hogy érdemes-e tárgyalni egy olyan ország felvételéről, amely háborúban áll, és emiatt nem tudjuk, hogy mekkora a területe és a népessége, miközben az Unió teljes rendszere az adott ország területére, népességre épül, és így osztjuk el a felelősséget és a forrásokat, és még mindig egy idézet, úgy felvenni valakit, hogy nem tudjuk a paramétereit, példátlan. Hát ez is. Ez is példátlan, ez is. Amit mondott. De annyiban igaza van miniszterelnöknek, ebben a jelenlegi szituációban teljesen irreális egy uniós tagságról beszélni. Nem csak azért, mert, és nem elsősorban azért, hogy nem tudjuk, hogy hányan laknak ott, vagy valami, hanem ha ma befejeződne a háború, adja Isten, hogy történjen. Én szerintem legalább 5-10 év az újjáépítés. Tehát szólnak amellett is érvek, hogy már az újjáépítés uniós tagsággal, de az uniós tagságnak vannak kritériumai, amiket nem tud teljesíteni, ha megfeszül, akkor se Ukrajna. Tehát ilyen szempontból igaza van, az érvelése természetesen elfogadhatatlan. Egyébként, bocsánat, csak az ukránok reagáltak, mostanában ebben a cinikus hangvételben reagálnak így a magyar kormány illetékesének kijelentéseire. Például a külügyi szóvivő most erre azt mondta, hogy pozitívan vesszük tudomásul, hogy Magyarország miniszterelnöke aggódik Ukrajna Európai Uniós csatlakozása miatt, és tájékoztatjuk, hogy Ukrajna nem változtatta meg területét nemzetközileg elismert határain belül. Hát igen, az a baj, hogy Ukrajna szempontjából most vissza Péterhez, tehát ugye itt van a realitás, meg vannak azok a vágyak, amiket az ember ilyenkor rögtön megfogalmaz magában. Én is azonnal arra gondoltam, amikor Ukrajnát megtámadták, hogy milyen kár, hogy Ukrajna nem NATO ország, aztán arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy nem az. Ez most elnézést, hogyha nem teljesen érthető. Tehát úgy értem ezt, hogy egyből az az igény megfogalmazódott bennem, hogy Ukrajnának NATO országnak kellene lennie. Ugye, de mondjuk benne van már egy háborúban, és ha NATO tag lett volna, akkor valószínűleg meg sem támadják, de mondjuk maradjunk ebben, hogy benne van egy háború, hogy a NATO teljes erejével kellett volna megvédeni Ukrajnát, ami meg könnyen vezethetett volna egy abszolút világháborúhoz, vagy egy atomkatasztrófához, vagy bármihez. És ennek igen, ha benne van, meg se támadta volna Oroszország. Hát ezt mondom, hogy akkor valószínűleg már nem, igen, tehát igen. Hogy így eképpen voltam csak ilyen dilemmában. Az Európai Uniós csatlakozás szempontjából, miközben azt mondom, hogy Ukrajnának ennek a háborúnak a befejeztével helye volna a NATO-ban, vagy helye van a NATO-ban, az Európai Uniós csatlakozást Magyarország egy több éven keresztül tartó tárgyalási folyamat után iszonyatos felkészülési időszakkal, ilyen-olyan monetáris intézkedésekkel, egyéb dolgokkal, infláció lecsökkentése, hiánycél, stb. Biztosításával elérte, hogy csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Tehát az nem úgy megy, hogy most én szeretnék uniós tag lenni, és hát szegény Ukrajna milyen helyzetben van, legyél holnaptól uniós tag, hanem erre fel kell készülni. Tehát alapvetően a dolog nem valószínű, hogy 1-2-3 éven belül létre tudna jönni, akkor sem, hogyha ez a háború nem lenne. Na most miután a háború végeredménye és vége is bizonytalan, hogy mikor történik meg, és úgy, hogy Péter mondja, adja Isten, hogy mielőbb, ezért ez egy kiszámíthatatlan helyzet, és ezt az Orbán Viktor is pontosan tudja. Na most én azt gondolom, hogy amikor ilyet kimer mondani a száján, azzal együtt, hogy ő vállalja azt a nemzetközi diplomáciai konfliktust, amit ezzel ismét generál Ukrajnával szemben, ahol jelezni szeretném, hogy több százezer magyar ember él. Tehát ezekkel az emberekkel és az ő sorsukkal is szórakozik a miniszterelnök. De akkor miért mond ilyet? Na ezt szeretném mondani, hogy én szerintem ezt azért, ez ismét egy üzenet befelé, Magyarország felé, hogy igen, mi ezekben a helyzetekben is, és minden egyéb helyzetben is,
egy magunk útját járó nagyon erős nemzet egység vagyunk, és mi megtehetjük azt, hogy Ukrajnának ilyen fricskákat szórunk, mert én vagyok a non plus ultra Magyarországon. És ez is az Orbán erejének a fitoktatása befelé, kifelé, meg láthatóan semmilyen eredmény, meg semmilyen probléma nem lesz abból, hogy ő ezt kimondta. Maximum visszaír az ukrán külügy, hogy hát egy ilyen vicces izével, hogy örülök, hogy aggódik. Hát persze, hogy nem így gondolják. Persze, hogy nem így gondolják, de ebben a helyzetben sokkal jobb Ukrajnának is, hogy csendben marad, és nem harsogja túl ezt a problémát, mert az újabb konfliktusokat nyit ki esetleg más országokkal, akik Magyarországgal vannak szövetségben, mondjuk az az egy, például Lengyelország, mert most már szlovákok is kifaroltak. Hát jó, de mondjuk ebben a tekintetben nem vagyunk szövetségesek. Hát ebben a tekintetben meg pláne, nem, mert voltunk, csak ugye a lengyelek is hát rájöttek, hogy ez nincs rendben, igen. A szlovákok is rájöttek, hogy a migráns kérdésen nincs rendben, és egy csomó mindenki rájött, és Magyarország most olyan egyedül áll a nemzetközi porondon, Európán belül ezekkel a baromságokkal, amiket az Orbán csinál, mint a kis ujjam. Hát egyfelől ugye azért a Fidesz és a kormánypropaganda nagyjából tudja, hogy hol vannak Ukrajna határa, hiszen csinált egy propagandafilmet, ahol odaadta Oroszországnak a Krím félszigetet, ugye ezt meg is kellett változtatni, de ez most csak inkább a fricska része. Másfelől viszont itt mindig, és hát a Fidesz mindig ezt mondja, hogy Magyarország érdekeit nézik, tehát az ország érdekeiből kéne kiindulni. Mi az érdekünk, hogy Ukrajna hol legyen? Nyilvánvalóan hosszú távú érdekünk az, hogyha NATO tag, Európai Unió tag, mindenféle szempontból, a magyar kisebbségek szempontjából, a gazdasági szempontból, a regionális, akár Európai Uniós támogatási szempontból is, hát ezzel szembe megy a miniszterelnöknek. Miközben ő állandóan hangoztatja, hogy az ország érdekeit, meg Magyarország az első, ezzel szemben kommunikál és ezzel szemben cselekszik, ez egy hazafiatlan magatartás, így nem a haza érdekeit védi, hanem csak és kizárólag ki tudja, hogy milyen szempontokat képvisel a kommunikációban. Igen, de közben ugye az a szembeállítás is visszatér ebben az interjúban is visszatért, hogy ha Brüsszel támogatást ad Ukrajnának, az tőlünk veszi el, meg a lengyelektől veszi el, meg a csehektől veszi el. Ez egy hazugság, ezt az Európai Bizottság tételesen cáfolta, hogy ezek a pénzek teljesen elkülönítve vannak a különböző alapok, amelyek járnak a tagállamoknak, és ez a ukrán támogatás. Hát ez egy újabb hazugság a kormánypropaganda részéről, ez nyilvánvalóan cáfolták. Tekintve, hogy mit vesznek el, de még egyszer beszéljük meg, hogy mit vesznek el tőlünk. Tehát a Magyarországnak járó, mondjuk a különböző alapokból járó pénzek, azok nem miattam nem jönnek. Egyrészt. Másrészt meg, amit szeretnék mondani, hogy Magyarország nem nettó befizetője az Európai Uniónak. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi sokkal több pénzt fizetünk be, mint amit kiveszünk bele, hanem ellenkezőleg. Harmadrészt a támogatások egy része folyamatosan érkezik. Hát így van, egy másik része, ami meg automatizmus. Ami a magyar mezőgazdaság már régen nem lenne, ha nem lenne a különféle mezőgazdasági támogatások alapok, amik érkeznek. Más kérdés, hogy ezek jelentős része az oligarchákhoz megy. Na, a támogatás címszóval folytatjuk a továbbiakban is, de egy teljesen másfajta támogatásról lesz szó, mert hogy ugye egyre több részlet derül ki azzal kapcsolatban, hogy akkor a Karácsony Gergely által alapított 99 mozgalom miből és honnan gyűjtött több mint 500 millió forintot, ugye ez az az ügy, amiben a NAV is vizsgálódik az OTP feljelentése nyomán, és a friss fejlemény az az, hogy a Magyar Nemzetnek adott egy interjút a második kerület párbeszédes politikusa, ugye Perjes Gáborról van szó, aki hát most már, mint Karácsony pénztárosa jelzővel illetik a jobboldali sajtóban, mert hogy ő volt az, aki befizette ezeket az összegeket a mozgalom számlájára. Most talán a legérdekesebbnek mondható gondolatokat összeszedtük önöknek ebből a videóból, amit tehát a Magyar Nemzet újságírója készített. Kitől kapta a pénzt? Erre válaszolni fogunk abban a pillanatban, hogyha mondom, megkeresés történik. Most én megkeresem ön például. Ön a sajtó, és nem egy hivatalos közeg. A jegyzőkönyv kíséretében kapta meg a pénzt, tehát nem adománygyűjtő ládába, de amiben gyűjtötték ezeket az adományokat, ilyet ön látott? Egyrészt láttam, másrészt pedig be fogom mutatni azt a ládát, amiben gyűjtötték. Van önnél egy ilyen láda? Természetesen. Esetleg itt most meg tudja mutatni nekünk valahol a terem? Nyilván nem fogom a nagy ládát cipelni magammal. A forinton kívül milyen címletek voltak még?
A forinton kívül, ahogy önök is megírták, volt euró és volt font. Hihetőnek tartja ezt az adománygyűjtő ládás magyarázatot, amivel most például a főpolgármester magyarázza ezt az adománygyűjtést? Nézzék, Magyarországon az emberek többségének van törvényesen más fizetőeszköz is a birtokában. Sorszámozásra mi a magyarázat, illetve hogy ezek nagyon friss bankjegyeknek tűntek, mintha akkor nyomták volna? A jegyzőkönyv szerint nincs föltüntetve a sorszámozás. Tehát ott csak a darabszám van meg. A sorszámozást én nem figyeltem. Igen. Hát meleg. A világ legjobban sikerült interjúja valószínűleg. Egyébként nem mi vágtuk ennyire meg, hanem tényleg néha egy-egy mondat után is van vágás a nyilvánosságra került interjúban. Ami talán ebből nem derül ki, a kontextusból kiderül, hogy ő arról beszél, hogy nem ő volt az, aki kivette az adománygyűjtő dobozokból ezeket a pénzeket, hanem kapta valakitől, és aztán ő fizette be. És itt erre vonatkozik, hogy majd elmondom, hogy kitől vettem át, de ugye az érdekes az nyilván nem az, hogy kitől vette ő át, hanem hogy kitől származik ez a pénz. Én szerintem, bocsánat, itt azért rengeteg ellentmondás van, hatalmas a homály. Ugye itt az történt, amit elmondtál, ehhez képest a bank, az azt állítja, hogy ő sorszámozott pénzeket vett, tehát azt állítja, hogy nem is fért bele a nyíláson a pénz, és a dobozok nem is gyűjthet, nem is tartalmazhattak ennyi pénzt. Szóval, és ezt mindezt másfél éves vizsgálódás után teszik. Tehát, ha nagy kérdőjelet akarunk tenni, akkor egyáltalán mit keres itt a bank? Ha a NAV vizsgálódik, vizsgálódjon. Nyilvánvalóan ennek a szervezetnek meg kell adni a válaszokat a kérdésekre. Kérdezzenek, válaszolnak. De hogy jön ide a bank? Én megmondom neked, a pénzmosás elleni törvény alapján neki kötelessége a 2 millió feletti befizetések eredetét ilyen szempontból. De ők erre is hivatkoznak, és igen. Valószínűleg ez a másfél éves csúszás az érdekes benne. Ennyi történt, között. És a másik oldalon meg az van, hogy van itt egy, először is én megnéztem úgy kb., hogy mekkora lehet egy ilyen láda, ugye? Tehát, hogy mekkora az a láda, amit egy ember meg tud tartani a kezében, és mennyi pénz mehet abba bele. Néztem ilyen internetes képeket, hogy mit tudom én, milyen vastag 2 millió forint 20 000-esekből, de milyen vastag 2 millió forint mondjuk 100 eurósokból, és akkor azért az nagyon nem mindegy, mert az már csak a fele akkora. És az a helyzet, hogy nekem az jött ki, hogy egy 50x50-es ládát, tehát minden irányba 50x50-es kocka ládát, azt úgy körülbelül meg lehet úgy tartani, hogy abban egy olyan 20 kilónyi bármi elférjen. Tehát súlyra biztosan elfér benne ekkora pénzösszeg. Ha a 20 000-esek adott esetben nem 2 milliós kötegekben vannak, hanem csak 1 milliós kötegekben vannak, akkor befér a tetején, tehát simán. Hát ergo az a helyzet, hogy amikor mondjuk van egy bizonyítási eljárás, akkor ezek az emberek be fogják tudni bizonyítani, ezekbe a ládákba ez a pénzösszeg belefért, azt az adott ember elbírta, és azt onnan el tudta szállítani. Gyűrődésmentesen és egymás után is országban. Azt csak azért gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy vagy néhány adományozó adománya lehetett, ami ekkora összeg. Azt is eljátszhatták volna, most mindenki csukja be a fülét, de azt is eljátszhatták volna, hogy egész egyszerűen oda mennek, és egy szimat szatyorban átadják ezt a, nem tudom, ezt vitt haza, vagy nem tudom, csináljatok belőle kampányt. De valamiért a becsületességre való törekvés, vagy ennek a látszatának legalább a felállítása, az szerintem okozta ezt az egészet, hogy rakjátok bele ebbe a dobozba, inkább mert adományt gyűjtünk, mert az legalább törvényes, meg tisztességes, ma adományként oda tud jönni, és akkor nem kell neked megmondanod, mert egyébként, ha én befizetek, a DK számlájára, azt hiszem 500 000 forint felett, vagy nem tudom, tehát 400 000, nem, valami a kettő közül, akkor engem azonosítania kell tudni annak, akinek én befizetem. Tehát én nem mehetek oda, hogy itt van neked adomány Olivio a kampányodra, hanem ha ez meghaladja az 500 000 forintot, akkor lekérdezi, hogy Veres Gábortól kapta, címe, nem tudom, neve, nem stb. Neked ebben a történet, ez így kerek, fontban, euróban, azért, mert valaki nem akarja a személyazonosságát vállalni. Igen, szerintem igen. Uh-huh.
Hát nyilvánvalóan ez lesz az egyik legjobban megvizsgált és átnézett adományozó kampányadomány. Vizsgálódik a titkosszolgálat, NAV, ez a dolguk. Nyilvánvalóan, ha lehet valami fogást találni ezen, akkor fognak találni. De nekem erről az egészről inkább, sokkal inkább két szám jut eszembe. Egyik szám az 8 milliárd, a másik meg 110 milliárd. 8 milliárd az az, amit a Megafon nevű csapat kapott eddig azért, hogy lejárasson ellenzéki politikusokat, az ellenzéket, hogy kampányoljon a kormány. Ezt érdekes módon senki nem vizsgálja, hogy ezek a pénzek honnan van. Tudható, hogy ez a mi adóforintjainkból. Ja, bocsánat, hát, oké. Okay. A 110 milliárd az is nagyon fontos. A 110 milliárd is nagyon fontos, mert abból lopott, meg a... Nem te mondtad, hogy lopott, én mondom. 110 milliárd is nagyon fontos, mert abból meg az MTVA működik, amely kifejezetten a Fidesz propagandát nyomja mindenhol, minden csövön, még a Bajnokok Ligája, meg a világbajnokság közötti egy perc hírbe is. Tehát ez a 110 milliárd, ez egészen konkrétan oda megy, ami konkrétan választási csalás, mert ez a pénz, ezzel nem számol el a Fidesz a különböző kampányokba. Szóval erről kéne inkább beszélni, és ezeket kéne megvizsgálni, tüzetesedni, és azt gondolom, hogy ezekben föl lehetne lenni azokat a nagyon komoly visszaéléseket, amikre itt célozgatnak. Ugye most azért azt járjuk körbe, hogy az ellenzéknek a támogatási háttere az egyre szűkül. Talán egy olyan másfél hete beszélgettünk ugyanitt, amikor Horn Gábor volt az egyik vendég, kérdeztem, hogy ha most kéne kampányt szervezni, és ahhoz pénzt találni, akkor azt hogy csinálnám? És akkor nézett, hogy fogalma sincs, hogy emiatt, mert hogy még aki a szimpátiából támogatná is, azért fél a következményektől. És ugye itt ide kapcsolódik ez a bizonyos szuverenitás védelmi törvény, ami még ezeket a külföldi forrásokat is abszolút megvizsgálná. Még nem tudjuk, hogy milyen következményekkel, de hogy ezt a támogatási csatornát is elvágná, nem csak egyébként a pártoktól, hanem egyesületek civil szervezetektől, médiától is. Akkor így hogy? Hogyha ilyen összegek állnak szemben? Sehogy. 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 Ja, jó, akkor lépjünk tovább. Sehogy. Egyébként, ahogy én tudom, a tavalyi választás a Márki-Zay egy nagyon jelentős támogatói kör tudott megnyerni. Tehetős cégtulajdonosok, menedzserek adtak össze nagyon komoly összeget az ő kampányára. Köztük ugye egyedül Bige László nevét ismerjük. Bige László egy közvéleménykutatás, egy 5 millió forint volt, tehát nem, ha jól emlékszem. Te mondott többet is talán. Lehet, hogy több volt. De más nem tudunk, de én tudom, hogy többen voltak, tehát őt nem tudom egyébként, hogy ő személyesen ebben részt vett. De ez a választási kudarc, ez önmagába elvette volna a kedvét azoknak a tehetős embereknek, akik most azt mondják, hogy na jó, most jön az uniós választás, meg a helyi hatósági választások, akkor segítek az ellenzéknek. Ez önmagába elég lett volna. De még egy mondat. Ugye itt az egész egy iszonyatos szereptévesztés és egy kétarcúság, és akkor nagyon finoman fogalmazok. A kormány okolja az ellenzéki pártokat, hogy elfogadnak esetleg külföldi támogatást. Hát a magyar kormány és a Fidesz hány csak a környező országokat nézzük, és mondjuk nem az Egyesült Államokat, ahol szintén beavatkozik pénzzel a választásokba. A Szlovákiában is most, ugye Szlovéniában médiát vásárol, stb. Hát mi ez, ha nem befolyásolás? És látható. És mi az, amit nem látunk? Az a másik kérdés. Persze az álszentség, hogy finom legyek, ugye az talán egy jó szó erre. Ezt kerestem, köszönöm szépen. Igen, másrészt meg azt azért szeretném mondani, hogy én sem gondolom természetesen, hogy a megafonosok lopott pénzen megafonoznak, de azt gondolom, hogy gusztustalan módon. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk Magyarországon a teljes magyar média, a teljes magyar média reklám elosztása, ami állami megrendelés, annak a közel 80%-a a Fideszhez vagy az államhoz közel álló médiumokhoz jut, az fix. Tehát ez nem csak úgy mondom, ez van. És amikor ide jutunk,
És a szabadságáról, meg a sajtó, meg az újságírók, meg egyáltalán a média szabadságáról beszélünk, akkor ők azt szokták mondani, hogy itt sajtószabadság, hiszen elmondhatod a véleményedet, azt értem, csak hogy azt az orgánumot fenntartani nincs pénzem, amiben a véleményemet elmondhatnám, jó napot kívánok, és ugyanez a helyzet a pártfinanszírozással, ott dúskálnak a milliárdokban, kihasználják az egész magyar létező összes reklámfelületet, ami az állam tulajdonában, vagy lehetősége van ezt befolyásolni, az oligarcháikon keresztül fizetik a szócsöveiket, miközben a másik oldalon meg arra a kérdésemre, hogy ha így zárul a kör, akkor az ellenzék miből fog kampányolni arra, azon túl, hogy itt mindenki rázta a fejét, hogy a külföldi pénz marad, az marad, hogy de a nem marad, az bezárul az a kapu. Hát az bezárul, de majd akkor azt meg fogják oldani, hogy ne záruljon, mert Magyarországon még elvisznek, de mondjuk egy amerikai alapítványt nehezebb. Nem tudom, csalni fog, nem fogsz tudni megmaradni, tehát hogyha elzárják ezeket a kapukat, ha se külföldi pénz nincs, Magyarországon meg van félemlítve minden tehetséges ember, úgy értem, hogy tehetős ember, aki segíthet, a cégek nem mernek, a multik nem mernek, akkor gyakorlatilag ez onnantól, bocsánat, én kimondom, tehát ez igaziból építi a diktatúrát. Hát ezt tudja építeni a diktatúra. Van még egy témánk, mert hogyha azzal kezdtük, hogy közszolgáltatások színvonala, ígértem, hogy ezzel is zárjuk le. Hogy működik egy kórház akkor, és hogyan műtenek akkor, hogyha nincs lift az épületben, úgyhogy hát a műtő az nem a földszinten van. Ez a történet következik. Az RTL híradója adta hírül, hogy két napig egyetlen lift sem működött a Szent István kórház sebészetén. Ezekben a napokban műtéteket kellett elhalasztani, mivel a műtőket csak gyalog lehetett megközelíteni. A betegeket kézben szállították, volt olyan, akit az elmondások szerint hatan vittek le az emeletről. Az egyik liftet ugyan megjavították, a másik viszont továbbra sem üzemel. Az nem jó, az nem is fog működni, csak ezt csinálták meg, ugye most, hogy jól legyen, hogy a betegeket tudják működni. Sok műtét marad el a kórházak felhalmozott adósságai miatt, ugyanis a beszállítók a tartozások miatt nem tudják biztosítani az eszközöket. Ha bárki olyat tapasztal, hogy egy előre kiírt műtéti időpont megváltozik, vagy későbbre tolják, ennek az egyik fő oka lehet az, hogy egyszerűen nincs meg az a rendelkezés, vagy a szükséges eszközállomány. A szakértő szerint szeptember végére akár 100 milliárd forint is lehet a kórházak lejárt tartozása. Ugye erre a helyzetre az intézmény válasza az, hogy egyetlen beteg sem maradt ellátatlan, és egyébként a másik lift továbbra sem üzemel, és 6,5 millió forint lenne a helyzet megoldása az, hogy felújítsák. És honnan veszik ezt a rengeteg pénzt el? Tehát arról beszélünk, hogy 100 milliárd forint, ez az orosz szövetség szerint 500. Tehát az adósságállomány. Tehát ez nem 100, hanem 500. Ugye itt nem csak arról, hogy nem csak a beszállítóknak kell rendezni ezt a történetet, hanem az egész kórházak, tehát a kórházak nem csak állami fenntartásban lévő részének is. Na, az a helyzet, és itt ugyanazt tudom csak mondani, ezt már máskor is ugyanezt mondtam, és most is ezt gondolom, hogy ez a perverz újraelosztás, amit ezek az emberek gondolnak meg, ahogy ezt csinálják, annak egy újabb bizonyítéka, és ez csak egy állatorvosi ló a János kórházi lift. A János kórházba, vagy László kórházi lift, mert mondjuk például átmész a János kórházba, ott nem a lift romlik el, hanem az egész ház. A penészesek a falak, patkány van, omlanak a falak le, tehát az a baj. Jó, de hogy kell elképzelni? Ezt hogy lehet hagyni idáig eljutni? Ezt kérdezni, hogy lehet elképzelni olyan helyzetet, hogy egy kórházban nem működik a lift, régóta nem működik, és nincs rá 6,5 millió forint. Ez az. Hát ez lényegét tekintve ugyanaz, mint a vasúti történet. Tehát van egy államunk, amely nem szolgáltat. Nem szolgáltat az állampolgárai számára. Ma Dobrev Klára tartott egy program megnyitó beszédet, ahol elindította az árnyék kormánynak a program vitáját, ezt majd több hónapon keresztül fogja folytatni az árnyék kormány, és volt ott egy erős mondata, amiben azt mondta, hogy pont a kórházakról beszélt, hogy most már nem csak a WC-papírt meg a törülközőt kell vinni, hanem az orvosokat és a nővéreket is. Hát úgy tűnik, hogy liftet is kell vinni most már a kórházakba. Meg festéket, meg... És minden mást. Egy olyan kormányt kell alakítani, amely egy olyan államot kell működtetni, ami szolgáltat. Mert hogyha az állampolgárok befizetik az adójukat, akkor azt várják cserébe, hogy az egészségügybe el tudnak menni, és ott kezelni fogják őket. Ma Magyarországon az a helyzet, hogyha valaki meg akar gyógyulni, akkor hova megy?
elmegy szépen a magánegészségügybe. Kik vannak a magánegészségügyben? A kormány, a Fidesz közeli oligarcháknak vannak ott gazdasági érdekei. Igen, és erről szól az egész, hogy szépen oda terelgessék az embereket, ott fizessenek, és ők gazdagodjanak. Nyilván vannak helyzetek, amiket nem lehet megoldani magánegészségügybe, viszont nekem sem sikerült eltalálni a kórház nevét, ezért bocsánatot kérek, a Szent István kórházról van szó, tehát hogy jól rögzüljön. De a Szent az rendben volt. Az rendben volt. A tragédia, az igazi tragédia, még ez borzalom, ami tényleg én is ebben az elmúlt fél évben megjártam a magánegészségügyet és az állami egészségügynek különböző területeit. Tényleg elképesztő, amit látunk, és ugyanakkor azt mondom, akik még ott dolgoznak és helytállnak, minden tisztelet és becsület illeti őket. De az igazi probléma most már az, szerintem, hogy már pénzen se lehet egészséget venni, vagy gyógyulást venni, inkább ezt mondom, gyógyulást. Mert a magánegészségügy színvonala is egyre inkább lefelé tendál a jelenlegi borzasztó állami egészségügy felé. És azt látjuk, vagy legalábbis én azt láttam, amikor... Ott is várólisták kezdenek lenni, így zígy. Hogy ott is, és ugyanazok az emberek dolgoznak. Tehát most mondom, akarsz egy kolonoszkópiai vizsgálatot csinálni valamelyik magánegészségügybe, azt mondják, hogy igen, XY doktor, csak egy hónap múlva tud fogadni, addig nincs. Fölhívod a másik egészségügyet, és azt mondják, hogy XY, ugyanaz az XY igen. doktor, csak 6 hét múlva. Igen. És tehát látszik, hogy az egyik egészségügyi rendszertől rohannak át a másikba, egyik kórházból a másikba, és végül kikötnek az állami egészségügybe is. Ugyanazok csinálják, csak jobb körülmények között. De fáradtan, igen. délután, tehát van olyan barátom, aki azt mondta, hogy ő nem megy magánegészségügyben, mert ott a délután mennek, amikor már reszket a keze, amikor nem figyel, tudod nyíl odafigyelni. Úgyhogy inkább az állami egészségügybe. Le kell zárnunk ezt a beszélgetést, köszönöm szépen, és ezúttal most nem csak ezt a beszélgetést zárjuk le, hanem elbúcsúzunk a Naphíre című műsorunktól, mert hogy most ez volt az utolsó, de Aktuál néven jön a következő, amit kedtől péntekig láthatnak majd ugyanebben a műsorsában 20.45-től, egy gyönyörűséges új díszletben, és még dinamikusabb keretek között fogjuk majd megbeszélni a hét, illetve a nap legfontosabb eseményeit. Szemfülesek már láthatták a promónkat, úgyhogy ott egy kicsit bele lehet lesni, hogy milyen lesz ez a műsor, úgyhogy 20.45-től kedden találkozzunk immár az Aktuálban, várom majd önöket, és most pedig nézzék a Csat 2-t Egri Viktorral, nem sokára ők kezdenek pár perc múlva, úgyhogy maradjanak itt az ATV-n, szép estét!